János, én ebben nyomtam a gombot. Benyomtam a gombot, azért nyomtam be az élő gombot, mert már 10 percet tök dolgokról beszélünk, és itt vesztegetjük a, 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 a saját fi, fiatalságunkat arra, hogy nem osztjuk meg a Facebookkal, az Instagrammal, Most a youtube bal láthatom. meg mindenkivel azt, hogy milyen jókat tudunk mi mondani. Gábor János, és Tóth, Tóth Dániel a Hokedli stúdióból üdvözlet a Hokedli stúdió YouTube csatornáján, üdvözlünk, ha ott nézed, ha nem, akkor érdemes azt is bekövetni a Facebook oldalra, reméljük ezt már megcselekedted. Ha pedig szeretnéd hangos szerkesztett formában később visszahallgatni, hogy ne kelljen képernyő előtt ülni, mert sétálgatnál tennél, vennél ott van, akkor a podcast csatornát javasoljuk, ez a Büszke Kutya Podcast névre hallgat, Google, Spotify, Apple Podcast és rss.com itt található meg. Felkerült a képre, sajnos ezt most nem látod, a büszke kutya logó, ott van a fejem, jobb, jobb oldalon Köszönöm a fejem szépen. mellett, az én fejem mellett, meg a hóke. Ott, pontosan, ott van a B. Köszönöm. Úgy, úgy küldted át a logót, úgy van nálad elmentve, hogy büszke kuty, ja. pont logó. Mondom, ja. azt az A betűt, azt mi, mivel spóroltátok ki? Tehát, hogy tudom, ha rövidítek, nincs. akkor nem, ne egy betűt vágok le, hanem... t BK logó, vagy valami, és büszke kuty. Kuty. Igazából úgy hagytam az elnevezést, ahogy a grafikustól megérkezett. Ja, Szerintem sietett csak és ennyi. De köszönöm neki, mert imádtam a logót ezúton is. Na. Belegondoltál abba, um. hogy a mai témánk az, az a, a, nagy Facebook leállás, a Great Facebook Outage. Down, meg minden. Sok és arról a Facebookon beszélgetünk. Igen. Hát már, ha még működik, csak mi nem látjuk, mert csak a kameraképét látjuk. Ja, igen. No, de... hát nálunk, nálunk, azért a Hokkadi Stúdióban sokszor nem működött Na, a, igen, ezért az a... élőadás, úgyhogy ki tudja, de most működik-e. Mostantól a Facebookot hibáztathatja. Ráfoghatjuk, működik, nem? Mm -hmm. Szerver. Ah, az... A szerverek. Szerverház. Volt egy, egy relatív konyhanyelvű, nagyon értelmes és gyors magyarázat, amit, amit a BBC egyik elemzője tett közé, hogy tulajdonképpen mi történt. Mert itt nagyon sokan kiáltottak ugye hacker támadást, hogy itt most biztos valaki megtámadt, itt most megint iszonyatos mennyiségű adat szivárgott ki. Ez utóbbi, ez, ha engem kérdeztek, élő ember nem tudja, de Zuckerberg nyilván tagadja. De itt valójában az úgynevezett Border Gateway protokoll részével wow. volt problémája a rendszernek. Ezt nagyjából, és ez tényleg nagyon gyors lesz, meg rövid csak érdemes az értelmezéshez tudni, ez kicsit olyan, mint egy mint, mint egy, egy posta fiók az interneten belül, amely beengedi az adott helyre a felhasználót, az adott hely pedig a Facebook. Aha. Ahhoz lehetne hasonlítani, és akkor ugye valamilyen parancsot adtak a mérnökök, amik miatt ez az úgynevezett BGP, ezzel a rövidítéssel találkoztok majd vele, Border Gateway Protocol, valami oknál fogva az átjárást megszüntette. Ami azt jelenti, hogy semki tehát sem a felhasználónál, sem bent a Facebooknál, szervedeinél, Instagram, stb., nem keletkezett kár, hanem a kettő között szűnt meg az átjárás órákra. Ezt nagyjából azzal lehetne hasonlítani, mint hogy a Facebook, Instagram, WhatsApp meg van a plázában, mondjuk a kedvenc gyorsíttermed, mozid meg cipőboltod, és elromlik a fotocellásajtó. Uh -huh. És te kimaradsz, ők meg bennmaradnak, és várjátok a találkozást. Itt lényegében ez történt a virtuális térben. Jó, de olyan szinten történt ez, hogy, hogy a mérnökök akik szerették volna az interneten keresztül megjavítani ezt az egészet, ők se tudták, meg ők se féltek a belső hálózaton keresztül sem magához a Facebook szerverekhez, hogy bütyköljenek velük, úgyhogy föl kell tűnni a gondolom a private jetre, vagy nem tudom mire, a kis elektromos rollerükre, kocsijukra, és be kellett menniük egy helyre, ahol együtt fixálták ezt a problémát, sőt volt olyan, akinek a belépő kártyáját se ismerte fel a Facebook, és nem engedték be egy ideig a security rendszeren keresztül, ez egy kicsit vicces. <laughs> Igen, mert valószínűleg az is, az is össze volt kötve ezzel a, ezzel a szerver valamely részével, valamely kis idegszálával, és a Border Gateway protokoll fizikai akadályt is okozott. Ez egyébként nagyon röhelyes, hogyha, hogyha az ember belegondol. Hogy pont mostanában jött szembe az egyik munkám kapcsán az okos kulcsomó cool, kérdése, hogy ezt ugye nagyon sokan alkalmazzák mert is, hogy hogy most már komplet kapurendszerek, meg hangárkapuk, meg ilyenekhez is készülnek ilyen alkalmazások bizonyos cégeknél, és hogy ezekkel az alkalmazásokkal a termosztátot tudod szabályozni, hogyha mondjuk, mit tudom én, valakinek vas megmunkáló üzembe van, akkor otthonról be tudja kapcsolni a ő, üzemi, hő, tehát ő, üzemi, hőfokra tudja melegítetni távolról a gépeket, hogy mire az első dolgozók beérnek, már lehessen dolgozni. Ja, tehát, azt hogy... Itte, hogy... meleg legyen a dolgozóknak. Az is, hát ja, vagy. Az, azt később kapcsolja föl, de az üzemi hőfok az majd bemelegíti a műhelyt. Tehát, hogy, hogy, érdekes, hogy, hogy mennyi minden költözik ki távolra, és az ilyen akadályok, Border Gateway protokoll, még tanulom a kifejezést, tehát, hogy ezek hány ponton léphetnek be, és még okozhatnak problémát a fizikai térben a jövőben, ha egy ekkora Sól megtörténik, mint a, mint a nagy kékség. Az egyik uh, nagy hírportálnak a keresőjébe beírtam hogy Facebook leállás, amikor uh, készültem erre a beszélgetésre. Engedj meg néhány főcímet, amit földobott ebben a témában. Varga Judit szerint érdekes, hogy pont az ő konferenciájával egy időben állt le a Facebook. Leállt a Facebook. Egy férfi azonnal riasztotta a rendőröket. Az Aldi azt állítja, hogy pénztárosai se perc alatt megjavították volna a Facebookot. <laughs> Jaj, ez nagyon ügyes. Jaj, de ügyes. Hogy magára terelte a szót? Az, az, az orosz külügy válasza a Facebook leállására. Saját internetre van szükség. Jó. <laughs> Úristen. Igen. Orbán Viktor is örül, hogy újra van Facebook. Igen. Kicsit reméltem, hogy nem ugyanazt mondja, mint az orosz elnök. A magyar GDP egyharmadában zuhant a Facebook értéke a leállások miatt. Úristen! Ennek is isten. a főcímeket kaptuk. Aj, de gyönyörű! Atya Mondhatjuk azt, hogy mindenkinek van véleménye, Aha. és mindenkinek az életét rendesen átszőtte a Facebook. Na ez a... És minden, minden, mindenhez szükséges már a Facebook. összetudjuk össze tudjuk -e szedni szerinted azt, hogy hogy mondjuk a mi életünkben, vagy, vagy úgy az emberi életben, hogyan? Uh játszik szerepet a Facebook 2021-ben. Abszolút. És az az érdekes, hogy, hogy enélkül, meg a szolgáltatásai nélkül mennyire lehet létezni, csak gyorsan szeretnék szólni, hogy milyen érdekes, hogy ugye erről az egészről, aki nincs fenn a Facebookon, és azért még nagyon sok olyan ember van, 3,5 milliárd regisztrált felhasználó van egyébként wow. a Facebookon, ez nem tudom, hogy a profilok száma, vagy a személyek száma, akik majd rendelkezhetnek 64 profilral is, ez már egy jó kérdés, szerintem az utóbbi, de 1,4 milliárd ember erről semmit nem tudott, és ez ugye Kína, mert ő még szépen nekik már megvan a saját indien, ja, és semmi más ugye nem jön be. De érdekes. Mindenki másnak az életével pedig nagyon izgalmas módon fonódott össze. És um, nagyon jót profitált ebből az egészből a Twitter, uh, ahol aztán uh, uh, rekordszámú, tehát egység, egységnyi idő alatt nem tudom mennyi, de rekordszámú új regisztráció érkezett a Facebook leálláson, mindenki mindenki bepánikolt, hogy social média felület nélkül marad. A, a, Facebook, a Facebook bocsánatot kért a leállásért a Igen. Twitteren. <laughs> ez gyönyörű volt ez, ez... És amúgy azt tudni kell, hogy gyű, gyűlő, egy gyűlölt versenytársai egymásnak Igen, de valahol muszáj volt szólni <laughs> eszembe, eszembe jutottak ilyen pillanatok a, 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 a történetből Mondjuk magyar média történetben zseniális volt, hogy annak idején a Sláger rádióban A a, a boomerangnál valamilyen műszakében miatt volt leállás, de akkor a akkor még morning show néven nevezett balázsék, balázsék pedig működtek, és hát ezt tudomásukra, tudomásukra hozták a hallgatók, hogy egyébként a sláger megállt, és amikor visszajött a műsor, akkor, akkor a bocsiék betelefonáltak a, nem tudom melyik rádió volt az akkor már nem az a neve, betelefonáltak oda, hogy, hogy csak szeretnénk szólni, hogy már megjöttünk. És, és élő adásban, igen, csak szeretnénk, gondoltuk, szólunk a hallgatóinknak, hogy most már visszajöhetnek tőletek, mert vagyunk. Nagyon szép. Akkor a, letiltott Coca-Cola reklám, hogyha megvan, hogy megáll a kisfiú az italautomata előtt, és kivesz egy Pepsi-t. Igen. Majd kivesz még egy Pepsi-t, majd még egy Pepsi-t, dobozos időtő, összesen négyet, rááll, hogy fölérje a Coca-Cola gombot. <laughs> Mert csak arról ír fel a Coca-Cola gombot, betiltották fel, belőle. Igen? Igen, a Pepsi elérte, hogy ezt nem. Nem tudom már, hogy milyen módon. És hogy, hogy, akár fricskaként is felvehetni az ember mindkét oldalról, hogy a Facebook átment szólni a Twitternek, hogy most már a Twitteren terelődött fel használnak, hogy lehet visszajönni, mert már vagyunk. A Twitter igazgatója pedig röhög, hogy öregem idejöttél szólni, hogy újra működsz, és szerintem kinyomtatta és bekeretezte a posztot. Ez biztos. Amikor leállt a Facebook, akkor én SMS-t küldtem neked. Ja, igen. Igen, nem értettem, mi van. Dani sosem ért még sms Igen. Én mi van az első SMS-ben, amit küldtél nekem? Megállt a Facebook. Megállt a Facebook, nincs és messze, Nem tudom hova kitenni. Igen. Mit? Mert ugye, ja, ugye az szokott lenni, hogy nálatok működik az internet, kitesszük a Facebookra, igen. vagy valahova, nem tudom, igen. nem az internet, hanem a TV szolgáltatás működik nálatok. De most hova tudjuk kitenni azt, hogy. Nincs Facebook, hát a Twitterre tudjuk ide, de mondjuk Magyarország az nem egy Twitter felhasználó ország, ahol megegyezhetünk, nem? É, igen, sajnos pedig, pedig egyébként egy nagyon értelmes, értelmes felület. A rövid és gyors gondolatok miatt, amit az ember meg tud osztani, mindenféle szűzmetőlés nélkül, borzasztóan egyszerű és nem nagyon bonyolított a posztolás, és semmi másra nem jó, mint villám gondolatok közlésére amelyekből sok adódik, és egy kicsit olyan, olyan az embernek, mint egy jegyzet. Én sem használom sokat, sőt, nagyon keveset használom, de a varázsát megértem azoknak, akik, akik, évek óta twitteresek. Egy sokkal értelmesebb, gyorsabb gondolatok közlésére sokkal alkalmasabb felület, mint a Facebook, amely egy nagy állatkert. Ezt mondja Francis Hogan. Francis Hogan? Francis Hogan, Hogan. Hogan? Ugye ő volt alkalmazottja Facebooknak, igen. Ezzel volt, hoztam közben fejben, félig meddig összefüggésbe, hogy mi történt, hogy érdekes, hogy most nem tudom, lehet, hogy rosszul mondom a napokat, hogy mondjuk hétfőn Francis Hoygen villantott egy hatalmas információt, és elkezdte kiszivárogtatni a Facebooknak a belső titkait, és... Több tízezer oldalnyi Igen? belső titkot szivárogtatott ki ez a hölgy, az amerikai, nem tudom, kongresszus valamelyik bizottságának. Behívta, hogy tárgyaljunk róla, igen. igen. És ugye borzasztó, több mint kényelmetlen nyilatkozatokat is tesz mindeközben, hogy a Facebooknál milyen üzletpolitika van. És aztán kedden, mindez ugye hétfő, kedden pedig megáll a Facebook hat órára. Nem Francis Hajgen kapcsolta le, nem is Mark Zuckerberg kapcsolta le, de hogy volt-e benne valamilyen direkt dolog, vajon hogyan mérték meg, mert tudják mérni a közhangulatot a Facebooknál, hogyan mérték meg a Francis Huygen nyilatkozatoknak a hétfői reakcióit, és nyilván azt vették észre, hogy ebből nagyon rosszul fognak ö, ö, kijönni, és ha elképzelhető, hogy valamilyen fajta, valamekkora szándékosság, kiteszem a stukert az asztalra, típusú húzás volt, órákra lekapcsolni a Facebookot, ne szépítsük, már hogyha tényleg ez történt, hogy ezzel legyetek elfoglalva, és ne azzal. Aha, hogy te ezt mondod. Francis Huygen, én így Huygen. mondom, Francis Hoygen, a Facebook amerikai internetes közösségi portál volt termékmenedzsere. A Szenátus Kereskedelmi Tudományos és Közlekedési Bizottságának meghallgatásán az amerikai törvényhozás washingtoni épületében, a Kapitóliumban, október 5-én. Uh -huh. Igen. Ez ugyanaz a nap. Nem, 4-én volt a leállás következő nap. Hát akkor ment be a bizottsághoz, de maga... A maga szivárogtatás a az sokkal előrébb volt. Az so, sokkal korábban volt. És ez a lényege, hogy amikor ő kiszivárogtatta ezeket az anyagokat, akkor senki nem törődött vele. Addig a pillanatig, míg a Facebook nem állt le. És onnantól fontos volt ez az egész ö, dolog, amivel Aha. ő foglalkozik. Hiszen ő azzal foglalkozik, hogy? Hát ami leginkább zavarta őt, hogy, hogy meggyőződés, hogy nem biztonságos felület a Facebook egyrészt a gyerekek számára, másrészt borzasztóan káros hatással van a társadalomra azáltal, hogy az algoritmus olyan bejegyzéseket sorol és tesz népszerűvé és promotál még jobban, amelyek jellemzően agresszívek, rasszizmust erősítenek, testképzavart erősítenek, és Francis Hoygen szerint, és én abszolút el tudom hinni, az igazi nagy probléma nem is az, hogy ez a jelenség, kész, jelenség megtörtént, az is elég nagy baj. Annál is nagyobb viszont, hogy a Facebook erre nem óhajt lépni, ami akkor vált számára nyilvánvalóvá, amikor erre felhívta a figyelmet, ott dolgozóként, hogy ilyen-meg ilyen lépésekre, stratégiákra lenne szükség az algoritmuson, úgy kellene változtatni, hogy ne így rangsorolja a tartalmakat és kínálja be. A felhasználóknak, mert ezzel, meg hogy milyen plusz dolgot kellene még a megosztás közé iktatni, hogy legyen még egy gomb, mielőtt kimegy a link, hogy ezzel lehetne csökkenteni az ilyen jellegű tartalmaknak a számát és népszerűségét. És akkor jött rá, hogy igazi nagy baj van, hogy ő semmi újat nem mondott a Facebooknak ezzel, mert már tudták, és soha nem lépték meg, és azután, hogy ő elmondta újra, sem lépte meg a Facebook, mert rájött, hogy ez a bevételeit csökkentő folyamatot indítana el, és nem hajlandó egy büdös petákról se lemondani ennek az ügynek az érdekében. Tökéletesen mondod, én röviden összefoglalom. A Facebook vezetői pontosan tudták, hogy az oldal az agresszív, gyűlöletkeltő tartalmakat részesíti előnyben. Igen, így pontosan. Az emberi erővel végzett moderáció és a mesterséges intelligencia káros tartalmaknak egy apró töredékét tudja csak kiszűrni. Azt is tudták, hogy az Instagram testképzavarok felé tereli az arra fogékony fiatalokat, de nem tettek ez ellen szinte semmit, mert akkor csökkent volna a profit. <laughs> igen. Ingen. Ez Az utolsó mondat a lényeg, hogy tudják, hogy ez van, fennáll igen. ez a dolog, de nem tesznek ellen semmit, közleményeket adnak ki, hogy foglalkoznak a problémával. Nagyon sajnáljuk. Bla, 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 nagyon Néha sajnál... Zuckerberg is elmegy a bizottság elé. Igen, igen, igen. Iszik, hí Híresen iszik a vízből, és abból gifek készülnek, meg mémek készülnek, de azon kívül nem történik semmi, mert a profit az elsődleges. <laughs> Abigli. Egyesült államokban vagyunk, ahol a kapitalizmus dúl, és a nagyhal megeszi a kis halat, és ez így ment éveken keresztül, amíg nem jött be a Facebook, a, hogy mondjam, a technológiai fejlődés, és nem került ez a profit olyan fiatal informatikusok zsebébe, akik szerintem nem voltak benne a körben. Szerintem ez itt a probléma. Meg az igazi nagy probléma, hogy sokkal gyorsabb fejlődést tudtak elérni, mint amit a törvényhozások ugye követni tudnak. Tehát az igazi nagy baj az itt van, Igen. hogy a törvény betűjében sehol a világon nincsen nincsen, ki, nincsen kidolgozva a korlátozására, a szabályozására semmi. És a tech vállalatokat azért nem tudom hibáztatni, mert amióta, nem tudom, én vagy tíz éve hallom, hogy hol ez, hol az, hol az, hol Google, hol Facebook, hol Elon Musk, hol a twitteres ember mondja, hogy törvényt, törd, ja, segítünk. És mindig vannak ilyen nyilatkozatok, nyilván nem erre a ez egy ilyen történet, mert látod, hogy tudják a vezetők, hogy például testképzavar fog okozni a fiataloknál, de mégis a profit az elsődleges. Igen. De ezzel mi már foglalkoztunk az Instagram pucsitásokkal, és az Instagram élet stílussal, ami jakton való vergődés folyamatosan, és mindenki tökéletesen néz ki rajta, és ez probléma. Csak minket nem hallottak meg, és minket nem hívtak el semmi a szenátusba. Ne, nem. A nagyobb és azért nem értem a szöszmötölést a pöcsölést az egészen, és hogy mindenki, mindenki próbálja körüljárni ezt a furcsa masszát, ami a Facebook, az Instagram, meg a WhatsApp, és mindenki ott ugrál körülötte, aki törvényhoz, hogy mi ez, mi ez, mi ez? Nem értik, annak ellenére, hogy már vannak létező törvények, vannak létező korlátozások, amelyek ehhez a masszához nagyon hasonló dolgokat számoltak fel, vagy korlátoznak napjainkban. Ilyen az Egyesült Államokban a karteltilalom. Ugye, amikor nagy cégek megegyeznek egymás között, hogy ki milyen ajánlatot tesz valamire, hogy felverjük az árfolyamot minél jobban, hogy ez illegális, vagy ott van a trust intézménye, ami, ami ugye monopólium ellenes törvény, mert hogy mi ez mindenhol van, azt igyekszik egy trükkel, egy gazdasági trükkel megkerülni. Ezek létező dolgok, csak az Isten áldjon meg, írjad már meg ezt a törvényt egy arra a változatra, nem én vagyok a jogász, nem én vagyok az alkotmányozó, nem én vagyok a törvényíró, hogy, 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 erre a masszer is timmeljen, erre az egy cégre, mert hogy ez egy cég, de mennyiféle ö, egység van benne, amely már rég a monopóliumra tör, ö, egy adott szegmensben ez, a másik szegmensben amaz, és ezért szorgalmazzák azt, hogy fel kellene darabolni ezeket darabolni. a ugye, ugye, Zuckerberg tulajdonában van, Facebook tulajdonában van, uh -huh. Facebook, Instagram, Whatsapp a legnagyobb, legnagyobbak social, social média tekintetében, és azt javasolják, hogy ezeket el kellene Végül is venni, venni tőle, vagy cégekbe kellene szervezni? Na most azt, azt jelenti a külön cégekbe szervezés, hogy még mindig eh, Zuckerbergé. Vagy az, hogy elveszik tőle, el kell adni a másik, mondjuk a Facebookot megtarthatod, márki, de a másik kettőt el kell adnod. Ezt így kell -e érteni. Valamilyen biztos vagyok benne, hogy nem. Tehát nem kényszeríthetnek arra senkit, hogy, hogy, hogy értékesítse a tulajdonát ilyenfajta célnal. Olyan Akkor fajta a másik igazgató meg... tanács vagy, vagy olyan ezt. Az, el? az, hogy a saját, a saját igazgató tanács, a saját cégének az igazgató tanácsából kiteszik Zuckerberget. Ez megtörtént már ember. Elon musk is megtörtént. Jó, hát tudom, Tehát, meg, Steve Jobs-ot is. is igen. Steve Jobs is elfeszik. A munkáját. És ö, ezek, ö, ezek az emberek onnantól, onnantól ülnek otthon, néha mondjuk fölhívják őket, de a döntéseket egyébként nem ők hozzák meg, és hogy, hogy ennek milyen módja van ez már nem értek, hogy hogy ez miért segít valamelyest az elvileg jogveszélyes helyzeten. De ezt látják megoldásnak, ö, azért lenne valamennyire praktikus elhinni, hogy lehet ez ellen tenni valamit mert jelenleg olyan a világ, hogy rálegyint. Hogy á, ez, ez, egy túl nagy, á, ez nem lehet csinálni semmit, á, úgyis megeszi a Facebook ezt a médiumot, meg azt a médiumot, á, úgyis mindenki már az Instagram. Nem szabad így beletörődni, mert voltak már nagy dolgok a történelemben, és talán Francis Huygen is felhívta erre a figyelmet, amelyeket igenis mozgalom szinten sikerült elérni ezelőtt 60-80 évvel senki nem akart biztonsági övet az autóban, nem is volt benne egy feles... voltak ellen Amerikában. Igen, hogy ne kelljen biztonság. Ma a legtermészetesebb dolog, remélem, mindenki számára, hogy bekapcsolja, de ugyanez volt, hogy senki nem gondolta volna, hogy az iszonyatosan ö, nagyra nőtt, borzasztóan meggazdagodott dohánycégeket valaha wow. arra kényszeríteni, hogy nem Tör... a szabályoz... szabályozhassuk őket. Lám, nem mi minden lobby mit történne akkor, Jani, hogyha Magyarország hozna az első Facebook törvényt, és nem az Amerikai Egyesült államok. Ö, azért ö, ö, ijednék meg, mert a Facebook ellen hoztak már országok törvényeket, és azok ö, sem soha az emberekről szóltak. Én csak azt akartam, én csak azt akartam érzékeltetni, az, hogy nem mindegy, hogy kihozza a törvényt. Uh -huh. Tehát, hogyha ha Amerika előáll egy törvénye, akkor az összes többi ország szépen le fogja követni. Ha Magyarország áll uh -huh. elő ezzel, akkor azt mondja, hogy olyan csinálj, mit ugrálsz, ne ugrálja, üljél vagy majd majd mi szólunk, amikor föl kell állni, és mondani kell valamit. Az én épületes ötletem is kivitelezhetetlen, amit néhány héttel ezelőtt mondtam, egy idevágott akkor is a Facebook lásd csodát, mennyi mindig, mindig közel van, a Facebookról beszélünk. Hogy, hogy az, amivel lehetne valamennyire a függőséget, a káros hatásokat csökkenteni, hogyha az ember korlátozná törvényileg, hogy, hogy hogyan, miképpen, milyen adatok felhasználásával lehet hirdetést közvetíteni hát, a Facebookon. Van igen. Igen. akkor, 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 akkor az, egy, az, az, is egy jó lépés lehetne. A részleteket úgyse tudom kidolgozni, de ugye lévén az anyagi haszonszerzés a lényeg, hogyha abból a szélből kifogsz egy kicsit, vagy abból a... Tehát kifogsz egy kicsi szelet abból a vitorlából ilyen módon, akkor, akkor az egész egy emészthető valamivé változhatna. Algoritmus. Algoritmusról beszél itt mindenki, én is nagyon sokszor említem, azt sem tudom, hogy néz ki, meg mm -hmm. se, meg, hogy, hogy kell megfogni, hogy kell állni, szembe kell állni vele, vagy háttal kell állni, mert falra vetít, semmit nem tudom kell az algoritmusról. A matekosok összerakták, és én a matekosokhoz annyit értettem, hogy adtam a óraimból nekik, és akkor lemásolhattam a házi feladatukat. Körülbelül így tudtam kommunikálni a matekosokkal. Hogan állítása szerint, állítása szerint a Facebook belső vizsgálata is arra jutottak, sokkal kevesebb gyűlöletkeltő, vagy más módon káros tartalom, illetve álhír jelenne meg, ha az algoritmust átállítanák, hogy ne csak az díjazza, hogy több megjelenése, és ö, több jelenése, ha egy bejegyzés várhatóan sok reakciót kap. Tehát ne csak ne díjazza több megjelenése, hogyha sokan reagálnak rá. Igen. Mert ugye csinálok Igen. egy álhírt, és arra sokan reagálnak, akkor előre kerülök a Facebookon. Tehát a motiváció az, mindegy, hogy mi az, csak sokan, sokan kattintsanak rá. És egyszerűen csak az algoritmust kellene átállítani. De az algoritmust azt a Coca-Cola receptjéhez hasonlítják, hogy azt a Coca-Cola is magának megtartja, és senkinek nem mutatja meg. Ezáltal semmilyen szenátus, meg döntéshozó, meg akárki nem láthat bele, és innentől nem mondhatja meg az ő szakértője, hogy csak ott kattintsunk, vagy számoljunk, vagy kódoljunk, vagy valamit csináljunk rajta, hogy ez ne feltétlenül a legbutább, bugyutább hírt tegye legelsőnek. Uh -huh. Uh -huh. Ha Több már az alapoknál is tartunk, van. hogy az algoritmus, ugye ez, ez az alapja az egész digitális létezésnek. Igen, most a Coca-Cola receptjével összehasonlítva az egy baromi jó hasonlat, mert, mert hogy ott viszont ugye az összetevők ismertek. Tehát, hogy egy dolgot kell megosztanod az összetevőket, ami a Coca-Cola esetében is egy ismert dolog, tehát mindenki rá tud ö, ö, googlizni, ha csak nincs benne titkos összetevő. De ugye magák a mennyis, ö, tehát a, a mennyiségek, arányok ö, és az a technológia, amivel ezekből az összetevőkből előállítod azt a az, megismételhetetlen terméket, amit csak ők tudnak, ö, az nem nyilvános. Tehát, hogy, ö, hogy az a része. Az eredeti recept, amit legjobban leírtak kézzel, az meg egy muzeumi darab. Azt én mutogatnám egyébként, Mit tudom, egy kitakarással vagy valamivel. az algoritmus pedig ugye nagyjából azt lehetne mondani, hogy egy, egy problémára adott szemítes technikai informatikai megoldás. Hogy ezt valami, valamilyen, amit megírnak a programozók, hogy old meg nekem ezt a problémát, az a funkciót, hogy csináld ezt vagy azt. Ez mondjuk valamilyen fizikai dologra lefordítva az olyan, hogy, hogy, nagyon szeretnél otthonra egy, egy olyan ö, gépet, egy olyan szerkezetet, amit, mit tudom én, fekszel az ágyban, és hogyha itt teker, be, és akkor belerakod a horgászbotodat, a Damilt, meg, mit tudom én, hogy be tudod húzni a sört a hűtőből. Igen, a horgászbotta. Te te be, például, itt a konyhában. A És ö, te erre létrehozol egy szerkezetet, hogy megold ezt a problémát, hogy ne kelljen felkelnem az ágyból, hogy beérkezzen hozzám a sör. Ö, ez nem létező ö, ö, valami, amíg te ki nem találod a te otthonodban a te algoritmusod, ez nem létezik még, de az igényed megvan egy ilyen probléma megoldására, ergo kitalálsz hozzá valamit. És itt ez a lényeg, hogy, 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 te megoldottad ezt a problémát, megírtad az algoritmust, létrehoztad a horgászbotos damillos behúzom a sört problémát, és ezen alakítgatni kellene, hogy mit tudom én, hogy ne döntse fel az asztali lámpát, hogy a, miközben hogy, hogyha csinálja, akkor alkoholmentes sört tekerjen Pontosan, ide. Pontosan, köszönöm. Hogyha a feleségem, akkor üdítőt, akkor ugye... mert ő azt hiszi, hogy én csak üdítőt tekergetek rajta. Így van. Módosítanod kell rajta, és te tudod, hogyan módosíts ezen. Igen. De te nem, de, de neked nem neked tele van meg... a hócipőd a feleséget hisztijével, Igen. hogy a most a gyerek miért ne ihatna kóla. Nem, ne a az a gyerek. Hogy? Ne is menjen a közelébe, én ezt szeretném. Tehát ezért nem is, ja. nem is fogom megcsinálni neki azt az algoritmust, hogy nulla százalékos sört tekeljen oda Jó, neki. Akkor hogy játszunk el? Tehát milyen előnyt kovácsolsz abból, hogy nem teszel semmit? Ja, Hogyan lesz neked abból előny? Ja, értem. Mert a Facebooknál lesz történik, hogy tudja, hogyan csinálja meg, hogy a gyerek behúzza a kólát. De nem csinálja de meg, nem akarja. Mert, mert, a profit az elsődleges, nem a gyerek. Tehát Ergo profitál abból, hogy az általad létrehozott horgászbotos dologból, hogyan profitálsz, ez lenne ez a jó, jó bonyolult lett. Nem, annyira nem. Jó, nem, nem is. Nem, de nem. valójában ez történik. Tudod a megoldást? és nem akarod megcsinálni, mert a jobban jársz, ha nincs meg csinálva. Mondja, mondja folytatólagosan, van, er, van erre egészen egyszerű módszer is, mint időrendben megjeleníteni a posztokat, de a dokumentumok szerint érzékelhetően csökkenteni a káros mm. tartalmak számát, azaz, ez a nagyon egyszerű lépés. Ha a Twitter példáját követve a megosztás gobon kívül még egy linkre rá kellene kattintani, hogy egy bejegyzést másoknak további, továbbadjunk. Tehát igen. már ezzel. A Twitter megcsinálta és működik. Igen. É, igen. Tehát, hogy, hogy Huygen, Huygen erre akar utalni, már ezzel nagyon-nagyon le lehetne lassítani az álhírek terjedését. De lassul a forgalom, lassul a felhasználási idő, ő csökken a felhasználási idő, esetleg másfajta szolgáltatóknak a felületeit kezdik el használni a Ö, nagy ö, ö, témaőzönhöz és borzasztóan sok álhíres hozzászokott felhasználók, akik már nem kapják meg azt a flót a Facebookon, ezért megnyitnak más alkalmazásokat, ezért a Facebook ezt nem akarja. Neki jó ö, az álhírterjedés, jó a gyűlölködés, jó a hisztériakeltés, a testgépszavar, mi egymás, mert forgalmat generál és több rajta töltött időt. És ö, ez az, amit nem hajlandóak elismerni nagyon hosszú idő, és ez a legfelháborítóbb az egész. Hát jó, hát, ha abban a pillanatban elismert, akkor elismerted, igazunk van? Igen, jó, akkor te tudsz rajta Csász. változtatni? Nem már csinál, dolgozunk Nem rajta. csinál. Jó, már dolgozunk, persze, már dolgozunk rajta. Ah, yeah. e, jó, nem, akkor t -t lesz törvény. Lesz törvényre, és hogyha van törvényre, akkor majd úgy kódolgatsz, hogy a törvénynek megfelelően írjad be a kis algoritmusodba a kódokat. Hogy Tudni já, ezt a csinálják. Tanulság ebből, hogy az emberek annyira szeretik azt hinni, hogy nem változtathatnak dolgokon, nem? hogy A. úgyse az a politikus nyeri a választást, ja, igen. én akarok. A. a főnök úgyse ad fizetésemelést. A. ez, inkább meg se kérdezem a boltban, hogy Ne, az ezt én gyerekem az, valami... az, az, kint van, focizik, a te gyereked is előveszi este a telefont, és rám az Instagramra, és, és, rosszul fogja magát érezni, hogyha nem úgy néz ki, mint az a modell, aki ott feszít Igen, érted a problémát, én értem, tehát a probléma ez, viszont az, hogy az úgyse, hogy úgyse tudok ez ellen semmit, abból kell, megsz... attól kell megszabadulni, mert a szülő itt ugye mit csinál, öö, tedd le az Instagramot, lekorlátozza a Wi-Fi-t, ki kiveszi a gyerek előfizetéséből a mobilnetet. De én mit tomé... mondom, amit te, hogy De a tehát, szülőnek is tenni. a sarkára kell állni. meg megteszünk. És... Igen. És azt hiszük, nagyobb dolgok, kapcsán, ami nem a mi családunk, amire nincs közvetlen ráhatásunk, hogy tehetetlenül végig kell néznünk, hogy diktatúra nő ki a fejünk fölött, milyen példákat mondtam, hogy a főnök csökkenti a fizetésemet, nem hogy emeli, stb., amikben nem hiszünk, mert azt hiszük, hogy nagyobb a probléma nálunk, de nem az. Mindig, ha a társadalomban megjelenik egy nagyon erős igény, és az értelmesen terjed, az időbe telik, akkor nincs az a hatalom, nincs az a cég, nincs az a politikus, nincs az a Mark Zuckerberg, nincs az a senki, aki a társadalmi nyomásnak ö, ö, ellenállna, mert onnantól az nem éri meg neki, hogy ellenálljon. De pillanatnyilag még nem itt tartunk. Most hogyan kezdjünk csináljunk egy Facebook csoportot? Kensel Facebook hashtag. Én, én már kitettem aznap. Gondoltam, előbb-utóbb ma csak az megjelenik. Mit jelentett? Hát az, hogy töröld, ezt ugye a sorozatokra szokták írni, ez a Kensel valami, tudod, ugye? A... Kensel Washington. Kensel Park, nagyon sokszor volt Kensel Washington. <laughs> amikor a törlését követeled valaminek, vagy megszüntetését, akkor ez a cancel valami. Aha. És, és ez nem feltétlenül a Facebookon kell elinduljon, de elindult a fenntartatóság iránti igény, a környezetvédelem iránti igény, a, a dohánytermékeket már nem lehet úgy hirdetni, hogy régen megfigyelmeztetés van rajta a biztonságjövet, mindenkinek be kell csatolni. Tehát a történelemben vannak olyan példák, amikor a társadalom, amikor az igaz igényévé válik, elírja ezt. Hmm. És ez jó. És most velük kell megtenni ezt. Jó, csak éppen nem tudjuk, hogy addig hány áldozatot vesz. Igen. Ja, meg még mennyi lesz, mert ugye mindezzel összefüggésben az ember ugye nyilván elgondolkodik a mesterséges intelligencia programokról is, amelyek kőkeményen dolgoznak a Facebook mögött. És néha, most az összeesküvés emelt ne, az is, is lehetne, hogy, hogy esetleg, esetleg egy gondolkodó program, egy gondolkodó rendszer volt az, ami lelőtte. Nagyon sokféle. <laughs> jó, hát ebbe, ebbe nagyon belemeltünk ebbe az összeesküvés elméletbe, sőt, aki nézi, és eddig velünk tartott, az, az most, most nagyon, gyorsan, nem kell... ne nagyon gyorsan kezdje el írni az ő összeesküvés elméletét <laughs> a nagy Facebook leállással kapcsolatban. Kíváncsi leszek, hogy ti mit gondoltak erről, hogy miért történt ez a leállás, és kik lehetnek a háttérben. Nem, nem akarok példát mondani. Az a, <laughs> Földön az oroszokig bárkit írhattok, kíváncsiak, vagy vagyok teljesen, hogy, egy... hogy mire, mire gondoltak, mi jár a fejetekben erről az egészről, hogy leállt a Facebook. Nekem van egy nagyon, nagyon hülye tanácsom, és most nagyon hülyén fogja kivenni magát, de akkor is kimondom, hogy minél több közösségi média felületen érdemes jelen lenni. Az összesen. Ez azért, azért borzasztóan fáj ilyet kimondani, mert hogy mert hogy nyilván ez nem feltétlenül hasznos, egy csomag gondolják haszontalannak, de hogy mennyire függ tőle az életünk, és mennyi mindent akarnak az emberek magukból kikiapálni, ami borzasztó, hogy kontrollálatlanul ömlik a Facebookon, mert ugye, de erről már korábban beszéltünk, hogy csak erre az egyre nem gondoltunk, hogy, hogy a társadalomra ez milyen hatást kelthet ha mindenkinek szava van, meg mindenki nyilvánosan elmondhatja, amit csak akar, mert az emberek hülyék, mert rengeteg van, de minél többen jelen kell lenni, mert hogy, a világ függésbe került ezektől a fajta szolgáltatásoktól. És belegondolni is borzasztó lenne, ha csak egy közösségi média felület lenne az egész világon, pedig nagyon sokak számára csak egy van a nagy kékség, csomó az internettel azonosítja. Én, 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 nekem édesanyám sokkal igaz hogy a, az internet az a Facebook. Amennyiben megtörténik egy, egy ilyen lálás és nem 6 óráig tart, hanem 60 napig. De jó volna. És mindenki csak ezen az egyen lenne jelen, akkor mi mindent lehetne ezekkel a társadalmakkal megtenni, az alatt a 60 nap alatt, vagy esetleg, hogyha nem lenne többé, mert nem tud másik létezéséről, mert máshol nem hallathatja a hangját, mert valahol kell. Nem ilyen kontrollálatlanul nyilván, de valahol kell. Ez még mindig a közösségi médiának, még mindig az a fajta szerepe hasznos lenne, és jó lenne, ha ezt ismerné fel és erre törekedne, hogy mint ellenőrző szerep a hatalmakkal szemben, egy ellenőrző kontroll, egy balansz vagyok, ahol el lehet mondani az igazságtalanságokat, amik népcsoportokat érnek, amik embereket érnek, jogsérelmeket, ö, ö, állatkínzások elleni tiltakozást, sok mindent ki lehet tenni, ezt lehetne rohadt jól is használni. És ezt kellene valahogy magára erőltetnie ezeknek a felületeknek, hogy ezt jelentsem én, és ne azt, amit Francis Hoygen mond, és biztos, hogy igaza van, és biztos, hogy minden szava igaz. És lehet, hogy nem lesz megint semmi ebből. Miért nem ezzel akar egyedül? Megint egyedül egy ember a tízer oldalnyi belső dokumentumaival el lesz üldözve valahova a világba. A kongresszus megtapsolta. Igen? Megtapsolta. Semmi mástól nem függ. Ugye van a Fölemelt Edward igaz, Swann, 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 Snowden. Snowden, ugye aki most éppen Oroszországban dekkol, hm. mert el kellett menni, menekülni Amerikából. Szerintem abban a pillanatban, tehát, hogyha most nem, ér, nem érett meg rá az amerikai döntéshozás, az amerikai társadalom, mert ugye onnan indul ez az egész, mondhatunk mi bármit, ha nem érett meg rá az a társadalom, hogy szabályozzák, és nem állnak ki saját magukért és a szabályozásért, akkor ennek a nőnek is annyi. Tehát Igen. ezt abból fogjuk tudni, hogyha ez a nő eltűnik, vagy el kell menekülnie, vagy besározzák, karaktergyilkolják, akkor még nem érett meg rá az amerikai társadalom. Ha lesz belőle valami szabályozás, akkor, akkor, lesz belőle, és az tovább fog gyűrűzni a világban, én így gondolom. Úgy legyen nagyon szeretném, hogyha igazad lenne, mert hogyha Francis Hoygan lenne a következő Edward Snowden, akit el kell dugni a világ elől, hogy megneüljék az első sarkon, akkor, 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 ez az egész nem ért semmit, akkor megint nem lesz előrelépés. És Snowden biztos vagyok benne, hogy ott valahol egy eldugott szállodai szobában, vagy egy, vagy, vagy egy, vagy egy nagykövetség eldugott bunkerében, ahol az életét fogja leélni valószínűleg, pont ezen agyal, hogy, hogy, hogy nem sikerült elérnem. Föláldoztam mindent, mert, mert itt nem, élet, van, és nem sikerült. nem sikerült. arról van szó, hogy kitalált valamit, és akkor elkezdi mondani, hanem dokumentumok ezreivel igazolta a Wikileaks-en azt, hogy ezek itt nem jól haladnak uh -huh. a dolgok, de hazaárulónak van kikiáltva, mert nem mondhatta volna el. <laughs> Igen. És ez, és a, borzasztó, ez a borzasztó az egészben, is tudod, hogy, a, hogy, az emberek is, de a politikai Mindegy, témák, hogy rossz. Igen, a politikai témák kapcsán pont erről beszéltünk, hogy, hogy az emberek nagyon szeretik azt kiáltani, hogy tudod, hogy kormánypárti sajtó, meg ellenzéki sajtó, és az ellenzéki sajtó címet mindig az kapja meg, aki elmond valami disznóságot, amit egy kormányzat, kormányzat megtesz. És azt ő kiteregeti. És az emberek fejében, akik érzelmileg elkötelezettek politikailag valamilyen irányban, de politikaiát sok mindent lehetne még mondani, nem hajlandóak elfogadni azt, hogy ez a hiba megtörtént. Megtörtént, ott van a szemük előtt a bizonyíték, de nem az a baj, hogy megtörtént, hogy mit tudom, elraboltak több ezer milliárd dollárt, forintot, jent, akármit, hanem az a baj, hogy ezt valaki elmondta. Igen. Azzal van a problémája, hogy elmondták, és arra haragszik, aki elmondta. Hülye vagy? Meg. Igen, arról nincs szó, nem szó szem... hogy, hogy egy óriási Igen. bűncselekmény van a háttérben, <laughs> oh. ami dokumentumokkal van igazolva. Igen. Igen. Érdekes, tehát, hogy Francis Hoygent nem is perelte be a Facebook erről egyelőre, nincs Jelen És Ezt ha engem kérdezel, az... nem is fogja megtenni. Azt Pont a társadalmi nyomás miatt nem fogja megtenni, mert rosszul jön neki belül a pert indítana. Azt gondolod? Igen, mert vaj, vaj, van a fül mögött. Ha még nem lenne vaj a fül mögött, akkor sem feltétlenül perelné be, de az emberek most nem vele vannak. Jó, hát ilyenkor És az azt szokott lenni egy karaktergyilkosság, csak az a probléma, hogy nő. Tehát a férfiaknál az volt, hogy előkerült valaki, akit megerőszakolt a munkahelyen, vagy akármi ilyen dolgok előkerülnek. Most nem tudom, egy nőt ho hogyan fognak megpróbálni majd befeket Beserezne? befeketíteni. Aha. Kíváncsi leszek, ne legyen igazam. Ne legyen igazad. Ne. Szenátor, Edmárki szenátor mondta neki, csak szeretném szó szerint idézni, hogy ön egy 21. századi amerikai hős. A nemzetünk hatalmas gratulációval és hálával tartozik a bátorságáért, amiért eljött ma ide mondta a meghallgatáson. Azért, mert egyáltalán eljött, mert elmert jönni. Nagyon jól érzi a, 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 szenátor, hogy ez, egy, hogy ez egy mekkora dolog, és ehhez mekkora, mennyire fel kell szívni magát egy embernek, és mennyire rohadtul bátornak kell lenni, hogy, hogy, hogy egy ilyen óriás ellen kiállni. De hogyha ezek a vélemények, meg ez a, a, a kézzel fogható, hogy több tízezer oldalnyi dokumentum van, ami bizonyítja az igazát. Az ilyen emberek mögé kell a társadalmi nyomást, a társadalmi egyetértést felsorakoztatni, hogy létrejöjjön valami. Jó, de akkor jön egy fake news a Facebookon róla. És teljesen elbizonytalanodtál, és, és újra, újra minden visszament a rendes kerékvágásba. Nem tudom, kinek állna érdekében Francis t besározni a Facebookon kívül, hát de a, a Facebook, Facebook ugye nem, nem párt. Tehát most neki nincs egy médium, ahogy elkezdi sorolni egy Francis aki kiderült, hogy ő veri otthon a macskáját. Tehát Te neki van nincs... pénze, és onnantól Aha. meg tudja a Fox News-tól kezdve venni az akárkit, akik majd egyszer csak Aha. elővesznek valamit róla, és kész. Ha nem, jemben, szerintem a kulcsa az, hogy, hogy eljött az idő eljött az idő, megérette rá a társadalom, hogy azt mondja, hogy gyerekek, a legjobb az volt az internetbe, hogy mindent lehetett. A legjobb az volt ezekben a közösségi oldalakban, hogy bármiről, bárkinek bármit mondhattál, és, és ezáltal ment oda mindenki, szívta be ezek a, ezek a, nagy digitális vállalkozások, szívták be az embereket, és most rájöttünk arra, hogy ez nem csak, hogy rossz, hanem káros is, és a jövő generációit simán tönkre is teheti. És hogyha ezeket belátjuk, jó buli volt, tök jó volt, hogy bármit ki lehetett tenni, megírni az internetre, valamilyen álnéven, de ez most már teljesen más, mint a, ami, ahogy indult. Most országokban választások dőlhetnek el Facebook kampányokkal, úgyhogy most már üljünk le, le és kezdjünk valamit, szabályozást, törvényt kitalálni, mert ennek nem lesz jó vége. Uh -huh. Egy kicsit azt hittem egyébként, amikor elkezdted mondani, hogy ez a tíz év múlva tuddani, hogy így emlékszünk vissza az internetre, mert könnyen lehet, hogy tíz év múlva így fog. Emlékszel, amikor a Facebookon még bármit lehetett? <laughs> Nagyon remélem, hogy inkább valami olyasmit mondunk, hogy emlékszel még a Facebookra? <laughs> e, jó, jó. De... Nem lehet bármit, mert ha, ha kiáltjuk a politika szót ebben a, a hashtag péntek című műsorban, akkor nem tudjuk hirdetni a Facebookot. Azóta ez is már... döbbenet nekem. Ez is... innentől már nem, nem az. Nem jött Nem arról szó. A, a, mesterséges intelligenciák kapcsán szerettem volna még annyit bemenni beemelni, yeah, hogy, hogy, a, Facebook is rengeteg ilyet alkalmaz. Francis Hoygen is megemlítette, hogy megvannak a, a, maga eszközei mesterséges intelligencia szinten is a Facebooknak arra, hogy a megfelelő szabályozásokat beiktassa ebbe a rendszerbe, amely társadalmunknak nyugodtan mondta, hogy most már olyan kockázata van, hogy társadalmunk összeomlását eredményezheti idővel, és nem szabad úgy elfogni, felfogni, pedig tudjuk, hogy így van, hogy az ember a hülye. Tehát, hogy, hogy erre szokták mondani, hogy a kedvenc érve az amerikai republikánusoknak tudod a fegyverkultusz mellett kiállás, hogy nem a pisztolyöl embert, az emberölembert. Az ember üli meg az embert, nem a pisztoly, meg az embert. Nem a csinálja a képet, hanem a fotográfus. Pontosan. <laughs> Ö, hogy lehet, lehet ezt mondani, hogy hogy nem magával a vívmánnyal, a technikai bravúrral, ami a Facebook összessége, meg a hozzátartozó szolgáltatások összessége, hogy nem azoknak a létével, hogy erre képessé vált az ember, hogy ilyen is van, nem azzal van a baj, hanem mondhatnánk azt, hogy azzal van a baj, hogy kontrollálatlanul idióta baromállatok, tömkelege és azt csinálod, amit akar, azt gyaláz meg, akit akar, az ellenszít hangulatot, aki, aki ellen csak akar, és ezzel nagyon gyenge eszközök vannak, ö, vannak jelenleg bevetve. Barométert kellene bevezetni. Mm, ez pontosan olyan, hogyha már a barométer, köszönöm. Na, ez király. pontosan Facebook barométer. Ha már a fegyveres példánál maradunk, ez olyan, mintha mint, hogyha, mint hogyha a Smith and Veszont nem érdekelné, hogy a puskája a 112. lövés után felrobbanhat a felhasználója kezében. Ez pont olyan, uh -huh. amit a Facebook csinál, hogy nem érdekli, hogy el fog jönni ez a pont, amikor, amikor nagyon, nagy, nagyon nagy összedőlések lesznek belőle. Ők azért előbb vannak, tudják ők ezt, és csak a, csak a határokat feszegetik. Addig, addig a profit számít, még nem lesz nagy gond. Ha majd nagy gond lesz, akkor majd mi is leülünk tárgyalgatni. Mindig megvárjuk a nagy gondot. Még majd akkor is, hogyha tudjuk előre. Nem mondja nekem senki, hogy amikor, amikor olajkatasztrófák történnek egy tankerhajó miatt, nem lehetett tudni, hogy, 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 hogy a, a, részeges a kapitány, vagy alkalmatlan a legénység, vagy technikai hibák vannak, amik eredményezték azt. Lehetett tudni előre, de addig, amíg ki nem ömlött az olaj, és ki nem posztult egy fél korallzátony, senkit nem érdekelt ez, a cégnél. A Utána, bocsánat, ja Istenem, adakozok ide, adakozok oda minden kifizetek, csak hagyjál békén, elmegyek minden kongresszushoz, az meg. Nem. Nem. Tehát csapjunk már az azt, hogy ne kelljen már mindig kivárni. Most egy kongresszusi, kongresszus megtámadásnál, ami Trump után történt, öt ember meghalt most. Milyen figyelmeztetés kell még? Hogy a közösségi médiában lehet ilyen szintű haragot, indulatot szítani, mert közvetlenül be lehet csatornázni, hogy amiatt történt, és emberek haltak meg. Szerintem addig nem lesz, amíg nem lesz egy... Egy országban mondjuk polgárháború egy Köszönöm. Facebook poszt. Most néha. várjuk meg. Ez lesz. Ez lesz. Eddig pozitív jelenségként könyvelték el az arab tavasz. Ugye ott, ott nagyon nagy szerepe volt a Közösségi, közösségi. médiért, mm -hmm. és ott azt Igen. mondták, hogy milyen jó, hogy volt közösségi média, mert úgy tudtak szerveződni az emberek ö, a médiumon a Facebookon keresztül, hogy el tudták indítani az arab tavasz. Ugye azt nem tudjuk, hogy most azóta azok az országokban, azok az emberek, akik az arab tavaszon keresztül mentek, hogy élnek, ezzel nem foglalkozott senki. Erre nincs kimutatás, de ez egy nagyon jó marketing fogás volt a Facebooknak. Most, ö, ha az lesz a következő, hogy a Facebook álhírek is, és és mocskolódás miatt polgárháború fog kirobbanni valamelyik országba, na akkor lehet, hogy el, el fog kezdeni eh, politikai szabályozás, de akkor csak akkor, hogyha abban az országban van olaj, eh, akkumulátor, eh, alapanyag, vagy bármi, amire neki, neki a fejlett országnak szüksége van. Igen. És onnantól beavatkozunk, és onnantól Facebookot el dádázzuk egy kicsit. Mindig eszembe jutnak a történelem eseményei, hogy legalább abból tanulnánk, nem? nem. Hogy ne, ne, utólag dádázzunk. A tanuljuk, tanítják, de nem tanulunk belőle. <gül> <gül> Ö, ott van a technikai eszköz, hogy vajon, tehát most, hogy, hogy, mi minden megy ki a Facebookon, és annak mi lesz a következménye, és felteszi a kezét a Facebook, hogy nem én csináltam, mert ugye nem, nem a fegyverül embert, hanem az emberről embert, hogy hogy volt már hasonló példa a történelemben, megvan-e a <coughs> vágjátok ki a fákat. <coughs> Mikor 94-ben Ruandában a rádióban ö, bemondta ezt egy milícia vezetője, bemondta rendben, hogy vágjátok ki a fákat. Ö, amit a világon senki nem értett, ö, a Tusi nevű törzsön kívül, akiket valamilyen fa ö, hasonlattal gúnyolt. Aha. az a másik törzs, amely a gyűlölte őt. Meg a tuszik, nem? Ezt nem így voltak ők. Igen, és ez 5-600 ezer ember életet követelt, ez az egy mondat, amit abban a rádióban bemondtak, mert ez volt a közfelkiáltás, amiről senki nem tudott a milícia tagjain kívül, hogy ez a parancs, hogy most mindenkit meg kell ölni. Vágjátok ki a fákat. A rádió, mint technikai eszköz, volt a hibás? Nem. Az az ember volt a hibás, aki bemondta a rádión keresztül, de azt a rádiót, ahol ilyesmit lehet közvetíteni, azt ö, lehetett volna szabályozni. Le lehetett volna kapcsolni a beszéd közben. Ö, és ha senkinek nem jutott eszébe, hogy hülyék mindig lesznek, akik gyűlölnek másokat és megölnének másokat, olyanok mindig lesznek. De kell-e nekik ekkora nyilvánosságot adni, hogy ezeket a beteg gondolatokat másoknak is átadják, és másokat is rávegyenek erre, és partnerét tegye, tegye őket a guztustalan céljáért. Én erre azt mondom neked, amit az előbb is mondtam, hogy a társadalom megérette arra. Tehát az, hogy Adolf Hitler az Oktoberfesten fölállt a, az asztalra, és elkezdte sorolni három embernek az ő tanait, akkor meg azt mondták, hogy ez egy hülye. De a német társadalom egyszer eljutott egy olyan pontra, mikor ennek az emberek a gondolatai kellettek neki. És odantól befogadták. És valószínűleg ugyanez van, amit mondjuk Müller Péter is mond, hogy tényleg csak a magyar politikai elit ilyen aljas, alattomos, vagy mi magunk közül csak ilyen aljas, alattomos politikai elitet tudunk kitermelni? Hát, ö... Érdekes gondolat. Hogy a jár... Facebookon mindenki hülye, és közben mi ketten itt, a két intelligens ember a Facebookon, a Facebookon keresztül. Mondunk olyan dolgokat, <laughs> ami sok ember számára hülyeség. Mert ő annak érzi. Aha, jó. Ja. Na, ilyeneket termel, termelünk ki. <laughs> <laughs> Ilyen ja, podcastokat termelünk mi a Hokedi stúdióban péntek, péntek címen. Muszáj a... János, milyen érzésed van? Ö, olyan milyen érzésed... érzésed van 44 Perc beszélgetés után. Az, hogy, az, hogy kár, hogy kifutottunk az időből, mert, mert a, az igazi tanulság az, az talán még, még, hátra volt, hogy mind, tehát ilyen problémáink vannak jelenlegi technikai körülmények között, és jelenlegi technikai vívmányok, amelyek ránk szabadultak, és rohadt rosszul használjuk őket, és, és nem kötelessége tudni mindenkinek, hogy, 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 hogy mit okoz másokban azzal, hogyha XYC dolgot kiír, mond, Kommentel a közösségi médiában valakinél. Ezt helyettük kellene tudni azoknak az embereknek, akik ismerik ezeket a technológiát, és segíteni nekik abban, hogy kultúráltan használják ezeket a, 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 ezeket a lehetőségeket, mert egyszerűen nem tudják, mit cselekszenek, mondjuk a bibliai példát. Fogalmuk sincs. Azok viszont, akik létrehozták, kezelik, üzemeltetik az egészet, pontosan tudják, hogy, hogy mit okoz, és. Is, is. Ők azok, akiknek cselekedniük kell ebben a helyzetben. Be kell tenni a, a biztosító De, szeget a pisztolyba. Uh -huh. Hogy? De ők, ők, ők a mi humán csúcstermékeink, uh -huh. a zuckerbergek, meg az Elon Muskok. -ok. És ők miért nem? Ha ők a legokosabb emberek, akkor, akkor miért teszik mégis előre a profitot, és nem tudom hány biliárd meg csiliárd kell még nekik? Célja válogatja. A, a, az egyiküknél legalább lehet látni, hogy milyen céljai vannak. A másik. Jó, nem. Jó, írom, másikra a másik már már el nem? Akar jutni valahova. A, a, a Zuckerbergre nem tudok, de nem is akarok különösebben bíráskodni fölötte. De hát, hogyha ők ami mi géniuszaink, és erre képesek, akkor miről beszélünk? Sokkal többre képesek, és erre akartam valahol kifuttatni, hogy egyébként a napokban a Google kapcsán is jött egy, jött egy elég erőteljes vészharang, ami így a Facebook viharban eltűnik. És sok ember számára nem tűnt föl, hogy ott is van egy suttogó, viszblower, azt hiszem így mondják, aki Francis Hogan volt a Facebooknál, aki, aki kiteregeti a szennyest, hogy most a Google-nél is egy ex-mérnök, talán egy egyiptomi mérnök volt az, aki mondta, hogy a Google-nél van egy X-projekt, egy X helyszín, ahol mesterséges intelligenciával kísérleteznek a tudósok, hogy mire képes jelenleg, és úgy érzi, hogy fel kell szólalnia, mert baj van. Mert hogy, mert hogy, hogy, hogy elkezd, elkezdtek Istent játszani a tudósok, és nem tudják, mivel szórakoznak. Ezt abból szűrte le, hogy látott egy robotkart, amit labda elkapásra tanítottak az X laborban a Google-nél, és uh, az egyik nap, uh, um, ez a robotkar, odadobte neki a guminap, de ő elkapta, megfogta és kész elvégezte a feladatát. A következő napon uh, uh, alig volt hajlandó, figyelj, a robotkar. Alig volt hajlandó a feladatot végrehajtani, uh, és nem azért, mert nem tudta, hanem mert nem akarta. Uh -huh. És a tudós dobta neki, uh, és megváltozott a robotkarnak, a, megváltoztak a gesztusai ahogy elkapta a labdát. Elkapta a labdát, és belemutatta az arcába, hogy mi van, elkaptam. -jö 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 -jö. Mert unta másnapra. Ö, hogy az, az, ott egy milyen fajta szoftver, az, mi, az, milyen rendszer, mit csináltok ott ember, és, ö, és, mit és mi, mi, a célod vele, és hogyan garantálod, hogy, hogy nem fog bajt okozni. Tehát jelenleg arról beszélünk, hogy a Facebookon hogyan, Is hogyan dolgoznak posztol, mesterséges posztolgassunk, meg, intelligenciák, mi van mi van, is közben meg már sokkal, sokkal, sokkal messzebb jár nem. ez az egész. Igen, és ez a, a Google-nél nem egyedi, a, a, ott is titokban van tartva, a, a, Facebookon lehet tudni, hogy évek óta, hosszú évek óta dolgoznak különböző fejlettségű szintű mesterség és intelligenciák, de mint ilyeneknek az a saját, hogy tanulnak maguktól. ez nagyon félelmetes, nagyon félelmetes, és, és igazából én mindig is azt mondtam, hogy lehet, hogy ez nagyon mi ez kommunista nézet, hogyha azt mondom, hogy nem lehet a, profit a Nem lehet a profit az első. Nem, nem az lehet. teljesen egyetértek. Nem el. lehet a profit az első, az ember az első, és minden az ember érdekét szolgálja. Meg kell mondani, Minden hogy elég. Az ember. nincs é, ne, ne legyen éhínség, nem tudom hányadásra ezelőtt beszéltünk arról, hogy, hogy szűnjön meg 6 éven vagy 7 éven belül az éhénység a világon. Ez, ez legyen egy projekt. Meg, meg hasonló, meg ne halljunk bele a saját ipari termelésünkbe, de az, az hogy valakinek legyen még egy nagyobb jaktja, az nem lehet közös érdek. Köszönöm. Ez volt a péntek a Hokedli stúdióból. Tessék bekövetni az összes oldalt, a YouTube csatornáját a Hokedli oldalnak, a, a, Hokedli csatornának, a Facebook oldalt, hogyha még nem tetted meg. Nézd vissza az adásokat, mert mindig barom érdekes dolgokról beszélgetünk, és tedd hozzá magadét a különböző felületeken, kommentben. Ha pedig visszahallgatnád a hangos verziót, akkor büszke kutya podcast. Büszke kutya. Google, Apple, Spotify és rss.com. Itt találod meg, iratkozz fel. Köszi. A büszke kutya az kommunista. nem büszke. Büszke. Ez volt a mai péntek. Köszönjük szépen, Köszönjük hogy szépen. Itt voltál. Itt Köszönöm, volt János, Gábor János, elcsuklott a szavam, amikor kimondtam a nevedet, mert annyira, annyira. Szavaztak! Szia! Ja.